Magyar, szerb és ruszin népzene, néptánc és ének csendült fel a topolyai felvonulási téren felállított színpadon. Bácskosútfalvi, gunarasi, bajsai, pacséri, zentagunarasi és topolyai egyesületek hagyományőrzői adtak ízelítőt munkájukból. Az esemény megálmodója a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ volt. Ilyen rendezvényre még nem került sor a topolyai napok keretein belül, és ezt szerettük volna, hogyha ezen a napon, vagy ezen a rendezvénysorozaton a művelődési egyesületek, művelődési központok is helyet kapnak. Elsőként a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ 35 éves múlttal rendelkező cirkalomtánc együttese lépett színpadra. A felszállott a Pápa vetélkedő 2014-ben győztes néptánc csoportja zoborvidéki és palackai táncokat mutatott be. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy itt a délvidéken bemutatjuk különböző tájegységek táncait, és hogy népszerűsítjük ezeket, mert nem biztos, hogy mindenki tisztában van a dolgokkal, és azzal, hogy mi ezzel foglalkozunk itt. A cirkalomban táncol már szinte a kezdetek óta Savelin László, mint néptánc oktató más települések művelődési egyesületeiben is tevékenykedik. Ma estére a Pimpimpári táncegyüttessel jöttünk, és egy bodrogközi koreográfiát fogunk előadni, vagy hát ők fogják előadni, hogy ez a mi megformálásunkban történt a dolog. Nagyon jó kis csapatról van szó, ugye Zentagunaras nem nagy lélekszámú falu, viszont ilyen szempontból nagyon összetartó, és nagyon szerettünk ott lenni, nagyon szeretjük az ottani embereket is. A topolyai napok rendezvény sorozat keretében egyebek mellett sporthorgászverseny, nemzetközi strongman verseny, este pedig rockopera és tűzijáték várja az érdeklődőket.